Bridget Veninger, Eve Tarlat, 24 karácsonyi mese, 5. fejezet, Miki kívánság listája. Egy szép téli napon Miki végig táncolt a kertem, és közben énekelt. De csodás, de csodás, mindjárt itt a Mikulás! Nagyon örült, hogy nem sok erre megkapja az ajándékait a Mikulástól. Gyere csak, Maxika, mondta a játékegerének, kapogjunk be Molnár nénihez. A két barát átbújt a kerítés résén. Na hát, örvendezett a szomszédnéni, vendégek érkeznek. Készített nekik egy jó forró kakaót, és megkérdezte. Na, Miki, írtál már a Mikulásnak? Nem, mondta Miki meglepetten. Kellene? Én még nem tudok írni. Semmi baj, akkor rajzold le, hogy mit szeretnél, mondta a néni, és adott neki egy zsírkrétát, meg néhány papírlapot. Fél órával később Miki előtt már öt telerajzolt laphebert, és mégis egyre több kívánság jutott eszébe. Egy igazi elefántot is szeretnék, és egy repülőt, és bármikor meglátogathassam a nagyit, aztán egy uh, szuper versenyautót is szeretnék Maxikának, aztán még... Uh, Molnár néni hitetlenkedve rászta a fejét. Hát, Miki, kicsit sokat kértél. Amikor én voltam gyerek, akkor a Mikulás még csak egyetlen ajándékot hozott. Jó, mondta Miki, akkor inkább a többit Maxika kérje. Én majd lerajzolom, mert ő nem tud rajzolni. Ekkor ütött eszébe, hogy haza kellene mennie. A bajta a rajzolást, és elköszönt. Milyen elgondolkodva baktakatott haza. Otthon segített az édesanyjának fényes csillagokkal díszíteni az ablakokat. Azután karácsonyi süteményeket és mézes kalácsot sütöttek. Nagyon ügyes volt, érte meg Mikit anya. A Mikulás biztos nagyon büszke lesz, hogy ilyen sokat segítettél. Mit gondolsz, megnézi majd a kívánság listámat is? Érdeklődött Miki. Hát persze, hogy megnézi, csak tett ki az ablakba. Aznap este Miki hamar elaludt, és a Mikulásról álmodott. Szánkón érkezett, és sok-sok ajándékot hozott neki egy képes könyvet, egy nagy doboz játékot, rágógumit, egy játékgarást, egy versenyautót, egy lovat, egy macit, és még rengeteg sok mindent. Igen ám, de amikor azt a hatalmas nagy elefántot is behozta a házba, az ablakok kipattantak a keretükből, amikor pedig betuszkolta az űrrakételt is, hát, lerepült a tető. Jaj, kiáltott fel ilyetten Miki és Fáriat a segíts! Most mi csináljunk, ha a Mikulás tényleg mindent meghoz, amit kértünk, akkor egy csöpp hely sem marad a házban. Muszáj kivennem az ablakból a listát, de rögtön. Miki felkált és az ablakhoz szaladt, de elkésett. A lista már nem volt ott. A kisfiú berohant az édesanyja szobájába, és bekucorodott mellé a paplan alá. Szia, kicsim, mogyogta anya félállomban. Mi a baj? Rosszat álmodtál? Igen, szipogta a kisfiú, és elmesélte, mi történt. Molnár néni szerint csak egyet lett volna szabad kívánnom. Ne izgulj, nyugtatta anya mosolyogva, nincs semmi baj. Kívánni akármennyit szabad, de tudnod kell, hogy nem kaphatsz meg mindent. Legalábbis nem egyszerre. Gondolod, hogy a Mikulás tudja, hogy mit kell hoznia nekem? Hát persze, mondta anya. Mikulás nagyon okos, Végre felvírat a Mikulás napja. Miki alig bírt magával ez izgatottságtól. Rendbe tette a szobáját, Maxikával együtt segített a főzésben, és segített feldíszíteni a házat. Állandóan kifelé pislogott, hát ha meglátja a közeledő szánkót az ajándékokkal. Vacsora után végre elérkezett a nagy pillanat, Miki az ablakban meglátta az ajándékait, egy fantasztikus játékgarást, egy izgalmas sárkányos társas játékot és egy versenyautós pizsamát. És ez micsoda? kíváncsian a a legutolsó ajándékát. Hű, anya, nézd, micsoda vastag könyv, és benne a kívánság is, sok-sok üres oldallal megtoldva. Anya felnevetett. Na hát, ez a Mikulás tényleg okos. Ez nagyon jó ajándék, mert az üres oldalakra majd lerajzolhatod, hogy mit kérsz születésnapodra, húsvétra, vagy csak úgy. Miki, anya és Maxika boldogan körbetáncolta a szobát. De csodás, de csodás, milyen okos Mikulás!